Mit gondolsz, mi jár a fejében? Szülőképzés. Ez volt a címe annak a rendezvénynek, amit még szeptember végén tartottak a Generációk házában. A szülőképzés autizmussal élő gyermeket nevelő családoknak szólt. A programon Árnics Katalin gyógypedagógus mellett két fiatal tartott előadást, akiket magasan funkcionáló autizmussal, vagyis Asperger-szindrómával diagnosztizáltak felnőtt korukban. De mégis mit jelent ez a kórkép? A magasan funkcionáló autizmus az autizmus spektrum zavarnak az egyik ága vagy része, ha így szabad fogalmazni. Ez az én esetemben annyit jelent, hogy az én beszéd fejlődésem időben megindult, tehát nem úgy, mint a súlyosabban érintett autistáknál. Tehát én tudok beszélni, igazából munkába is tudok járni, tehát nagyon sok minden olyan szociális készséget kompenzálok, vagy kifejlesztettem magamban, amire sok spektrumtársam nem feltétlenül lesz képes az élete folyamán. A képzés célja az volt, hogy a szülők hiteles forrásból kapjanak információt az autizmusról. Lizanka és Viktor egyébként amellett, hogy érintett személyek, érdekvédők és a megismerhető autizmus generáció aktivistái. Velük az előadás után beszélgettünk. Viktor azt is elmondta, hogy nincs két egyforma autista. Az autisták annyira különböznek, tehát két autista egymástól, hogy két nem autista különbözik egymástól. Én például nem szeretek kezet fogni, kellett nagyon sokáig, miután megkaptam a diagnózist, és próbáltam így önmagamat, a határaimat megismerni, én úgy döntöttem, hogy inkább elnézést kérek, és jelzem, hogy az érintést nem szeretem különböző okokból, de van, akinek ez abszolút nem jelent gondot. Előfordul, hogy valakinek a magasabb hangok, mélyebb hangok, bizonyos zörejek okoznak problémát. Azonban vannak olyan tények is, amelyek általánosíthatóak, tette hozzá Viktor. Mi a különböző ingerekre másfajta válaszokat adunk, máshogy értelmezzük az ingereket, illetve sokkal hamarabb fáradunk le, mint egy átlagember, majd pedig, ha lefáradtunk, vagy túlépünk egy bizonyos inger küszöböt, akkor sokkal erőteljesebb reakciót adunk. Ez bizonyos autistáknál lehet az, hogy egyszerűen lefagynak, bizonyos autistáknál pedig az, hogy mondjuk gyerekeknél gyakran előfordul, hogy dührohamot kapnak, elkezdenek bőgni. Lizankával és Viktorral egy hosszabb lélegzetű beszélgetést készített stábunk, melyet ma este a Vény nélkülben láthatnak. Egészségügyi magazinunk a Híradó után kezdődik, 7:30.